szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok, a ma esti vendég Lengyel László közgazdász, politológus. Jó estét önnek is. Jó estét kívánok. Hát kevés ember van, akit ilyen könnyű belőni, hogy egy adott térben, meg adott időben hol tartózkodott, mert ugye így évről évre meg lehet mondani azt, hogy a 87 fordulatos reform egyik szerkesztője, összeállítója, 88-ban éppen sikerült kizáratni magát az MSZMP-ből, Bíró Zoltánnal, Király Zoltánnal, Bihari Mihállyal, és a közben 89-ben elindul a 2000 nevű folyóirat, amiben viszont, hát legalábbis az én véleményem szerint, ez lehet elfogultság is, hát gyakorlatilag a magyar politikai elemzés atyát tisztelhetjük önben, mert az Antal kormány különféle cselekedetei ott jelentek meg, kvázi tudományos formában földolgozva. Melyik év az, ahonnan elindítaná ezt az egészet? Hát egy kicsit előbbről, ugyanis hát én azt gondolom különben, hogy az egész rendszerváltás történet az valahol a 80-as évek elején kezdődik, furcsa módon egy tragikus bukással, ami a lengyel szükségállapotot jelenti, amikor a szolidaritást lényegében eltapossa Jaruzelszky, vagyis 81. december 13-a után úgy nézett ki, hogy itt mindennek vége van. És ekkor a mindennek vége vannak a bizonyos értelemben a hatására, elindult a szamizdat ellenzék a beszélővel, és nekem én kapcsolatban voltam velük korábban is, tehát ismertem az ellenzékiek közül többeket, de igazán aktív kapcsolatom, és nem csak nekem, hanem annak a közgazdászkörnek, amelyiknek én egyik tagja vagyok, az lényegében 80-81-82-től adatik. Én ezután lényegében havonta egyszer biztosan találkoztam 88 végéig, amíg el nem ment Kis János Amerikába. Minden hónapban találkoztam Kis Jánossal a Kelenhegy úti lakásán. Azt is mondhatnám, hogy ő volt az illegális felső kapcsolatom, aminek nagyon sok mindent köszönhetek, nagyon sokat tanultam ebből, de bizonyos értelemben ez azt is jelentette, hogy ekkortól alakult ki fokozatosan egy közgazdász ellenzékiség, aminek az első dokumentumai a 80-as évek elején már megjelentek. Tulajdonképpen a közgazdászkör, amihez én tartoztam, majd akkor reformközgazdászok néven foglaltak össze, az első igazi nagy megmozdulása és sikere, az nem a fordulat és reform, hanem hogy 1985-ben meghívtak minket Monorra az ellenzéki csúcs találkozóra. Tehát mintegy elismerték, hogy létezik egy ilyen ellenzéki kör. Ez Pauer Tamás, Tardos Márton, Antal László, Szalai Erzsi, Laki Mihály, most csak sorolom a neveket, akik ott voltak, és ugye 45-en voltak az egész találkozón. Azért ezt megint egy 10 milliós országban egy kicsit érzékelteti, hogy milyen volt az ellenállás szintje, és ez 1985 júniusa, tehát azért már nem vagyunk olyan irtó messze. És ekkor ugye rajtunk kívül még három kör volt ott, nálunk fontosabbak bizonyos értelemben. Az egyik ez a demokratikus ellenzéknek nevezett urbánus kör Kis Jánossal, Kennedyvel és itt tovább. A népiek, Csóri Csurka és társaik, és az 56-osok. Ekkor még nagyon is élő volt az öreg 56-os kör, amelynek a vezetője akkor Donát Ferenc volt, de hát Vásárhelyi Miklós, Litván György, tehát olyan emberek, Mécs Imre, tehát akik megjárták a börtönöket is. Tehát ez egy, hozzá kettem, ez egy hihetetlen élmény volt Monor. Tehát akkor azért az ember szembesült azzal, hogy hát ha tetszik a nagypályásokkal, tehát azokkal, akik egész más volt Mésző Miklósokkal találkozni egy ilyen helyzetben, vagy fel tudom sorolni azokat az embereket. És a következő, amit azért megemlítenék, még mindig a fordulat és reform időszakában volt, de ebben is
mondjuk ilyen értemek, csak talán kivételes a pályám, hogy én vagyok talán az egyetlen, aki ott volt Monoron és Lakitelken is. Tehát engem meghívtak Lakitelekre is, és én MDF-et alapítottam Miskolcon illegalitásban. Körülöttünk rendőrök voltak. Tehát ez egy, megint egy specialitás ennek az egésznek, és a fordulat és reform időszakában pedig, hogy még egyet mondjak, mindenki megnézheti a, ha tetszik, a rendszerváltás helyeit is, jellemző sehol semmilyen emléktábla, semmi nem mutatja, hogy hol, tehát sem Monoron, sehol nincs semmi, hogy... Hát mert talán olyan kevés következett belőle. És utána folytatódott tovább a régi-régi háború. Az az igazság, hogy igen, a háborúhoz akartam mondani, hogy a Monor 2 előkészítésében ott ültem az illegális előkészítésbe, tehát ha valaki véletlenül elmegy azokba az éttermekbe, amelyek egyébként ma is egyesek nyitva vannak, ott ültünk a népiekkel, az 56-osokkal, ekkor már Vásárhelyi Miklós vezette őket, és így szakítottak. Tehát itt következett aztán be a szakítás a társadalmi szerződés kapcsán a népiek és a demokratikus ellenzék között. De ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy ez itt egy nagyon kavargó, nagyon működő valami volt. És hát tényleg 86-87-ben fordulat és reform, ami szerintem egy komoly áttörés volt a közgazdasági és politikai gondolkodásban. Említette, hogy akkor a hivatalos vagy nem hivatalos megnevezésük a reformközgazdász volt. Ez leírja az akkori gondolkodásmódját, vagy mondjam, ilyen hülye szóval tudatállapotát, hogy mit akarnak egyébként csinálni, és hogy mi érhető el. Magyarán reformban gondolkodtak? Ha igen, az meddig reform a reform? Hova fut ki? Az az igazság, hogy ezt rögtön, de én a műsorban szerintem majdnem mindenkinek oda kell eljutnia, hogy a rendszerváltást, mint rendszerváltást lényegében én nem találkoztam olyan ellenzékivel, de hát kormánypártival még kevésbé, aki 1989 tavaszáig komolyan rendszerváltásban gondolkodott. Föl sem merült. Tehát egyszerűen nem volt a gondolkodásunkban, de valljuk be, történelmileg irreális is lett volna. És itt akkor azért egy zárójelet kell tennem, itt az előbb az ellenzéki körökről beszéltem, de mi itt ellenzékieskedhettünk volna valószínűleg a világ végéig, ha nincs egy Mihály Gorbacsov, aki Moszkvából meg nem löki ezt az egészet, mint ahogy Walter Neil Isten meglökte, itt is meglökte ezt a golyót, és aminek a következménye Magyarországon és Lengyelországban megindult egy folyamat, ha a Szovjetunió a legcsekélyebb mértékben a stopgombra teszi az ujját. Itt 5 perc múlva megáll az élet, most éppen, ha tetszik, ünnepeljük szomorúan a Tiananmen téri vérengzést. Itt még vérengzése kellett volna. Tehát most az előbb mondtam, hogy körülbelül hányan voltak ellenzékiek. Tehát egy éjszaka letartóztatják azt a 150 embert. Néma csend van az országban. Máig Kádár János utódai ülnének itt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a forradalmi nép az utcán volt. Semmiféle forradalmi nép nem volt semmilyen utcán. Ezt utólagos kitaláció, hogy a magyar társadalom rendszerváltást akart. A magyar társadalom jóval később és egyetlen rendszerváltást akart. Fel sem merült benne, a magyar társadalom úgy akart élni, mint az osztrák. Ezt teljesen lehetett érteni, ha Kádár János ezt biztosította volna, Kádárra szavaztak, egyébként rá is szavaztak volna. Ha nem biztosította, és ez kiderült 89, hogy nem, akkor pedig tűnj el, öreg. Ennyi, de különben a forradalmi nép sehol se volt. Hát utólag egy fiatalnak ezt így elmondja, hogy tagja volt az MSZMP-nek, és közben alapított egy olyan pártot, ami ellenzéke akart lenni az MSZMP-nek, tehát, hogy egy fenékkel két lovat akart megülni, akkor valószínűleg azt mondja, hogy hát ez egy nagyon perverz állapot. De aki élt abban az időben, tudja, hogy nem az. Mert hiszen aki MSZMP tag volt, az nem volt föltétlenül MSZMP tag, ha érti, mire gondolok. Persze, de hogy nagyon is értem, a tetejében én ezt a paradoxot állandóan minden nap meghallgatom különböző fiatal tanítványaimtól, vagy akár a saját gyerekeimtől is. Ez ugye azt jelenti, hogy én vagyok az a
szerencsétlen, akiről mindenki tudja, hogy MSZNP tag voltam, mert kizártak. Többiek 870 ezeren azt hazudnak, amit akarnak, igen, de engem kizártak, így aztán én, mint egy heves kommunista szereplek a dologban. Most valljuk be, hogy itt ez egy nagyon lényeges dolog, és a tetejébe én még azok közé is tartozom, akik nem hazudozza azt, hogy karrierokokból lépett be a pártba, mert a többség az azt állítja, hozzá kell tenni teljes joggal, hogy én egy cinikus ember voltam, láttam előre, hogy osztályvezető csak akkor lehetek, ha előre jutásom csak akkor, ha be kellett lépni, viszont látás, 870 ezeren vagyunk. Én azonban hittem most, hogy miben, tehát abban, hogy a szegények és stb. De hát ez egy 68-as, tehát egy jóval korábbi gondolkodásmód. Tehát amikor a 60-as évek végén valaki azt gondolta, hogy meg kell változtatni a világot, akkor se a kádári pártba lépett be. Én tele vagyok olyan ismeretségekkel, fiatalokkal, akiknek a falán Che Guevara lógott, aki aztán végképp nem volt a kádár rendszer híve, tehát nem arról szólt ez. Világfelszabadítás, hozzá kell tenni egyeseknek, meg Jézus Krisztus lógott a falán, ugyancsak pártagoknak. Tehát ez egyáltalán nem így van, és most óvatosan jegyzem meg. Ha ma elgondolnánk azt, hogy a Fidesz nevű állampártban emberek elgondolkoznák, hogy hú, jó helyen vagyok, és elkezdenének a másik oldalon szervezkedni, hozzá kell tenni, ez ma már nem annyira kivételes, mint volt, akkor meg lennénk lepve. Hát valójában ez a természetes. Hát éppen ezek miatt omlanak össze rendszerek. Hát a rendszereket többnyire belülről omlasztják össze. Meg kell mondani különben, hogy a Kádár rendszer messze jobban félt tőlünk, mert tudta, hogy a 870 ezer pártagra nem a kívül lévők tesznek hatást, hanem azok, akik bent vannak. Egyébként a részükről ennél nagyobb baromságot, hogy minket kizártak, el nem lehetett követni. Erről hadd kérdezzek két dolgot. Az egyik az, Király István is írja az emlékirataiban, hogy hosszan beszélgetett Kádárral, és Kádár azt mondta, és ezt 56-ban is mondta egyébként, más kondíciókban között persze, hogy igazából a mi pártunk tele van, mondta, karrieristával, olyanokkal, akik nem hisznek a rendszerben, akik nem kommunisták, tehát ő pontosan látta, hogy ez egész egy érdekérvényesítés. Viszont, ha tudta, hogy a helyzet ilyen cínikus, akkor önöket miért zárta ki? Mert ugye azt terjedt el, hogy maga Kádár döntött el, hogy önöket ki kell csukni a pártból. Ez majdnem valószínű, hogy így volt. Tehát ez majdnem mindenki. Én elég jó viszonyban voltam a párt úgynevezett reformista vezetőivel, akik találkoztak Kádárral, és a Kádár tényleg egyébként őket is rugdosta. Tehát a Posgait éppen úgy, mint Nyers Rezsőt. Én azt gondolom, hogy a Kádárnak egyébként a tragédiája, hogy az egész rendszerét, amit fölépített, ezt a konszolidált rendszert, ezt az utolsó években részben persze a demenciájának az előrehaladtával, de azért is, mert elkezdett félni. És a rendszer megkeményítése mellett döntött. Tehát egyre inkább az az érzülete volt, és itt akkor visszatérek ahhoz, hogy mit jelentett reformistának lenni. Az ő fejében ez az 53-56 közötti időszak reformistáit jelentette, akik reformokról beszéltek, majd 56-ban egyszer csak elsöpörte a rendszert a nép. Na most Kádár ugyanezt érezte, hogy jó, ezek az ebtársak itt a reformról, jó indulatú reformerek, de hát mi lesz itt, hogyha túllépünk a határon? Főleg, mi lesz, ha a nép megérti? Hát itt a legkeményebb kérdés az volt, és ezen dolgoztak éjjel-nappal. A mi igazi bűnünk, az enyém biztos, hogy az volt, hogy ebben az időben az ország 70 helyén adtam elő, vállalatoknál, a legkülönbözőbb, a termelőszövetkezetekben, munkahelyeken mondtam el, hogy a rendszer ezért nem alkalmas arra, hogy fejlődjön, hogy válság van. Hát a Kádárnak az a kijelentése, hogy nincs válság. Ez a fordulat és a reformnak az egyik legjobban előrehajtó tényezője volt, hogy azt mondtuk mindenkinek, nézz ki az ablakon. Hát te ezt el akarod hinni, amit itt hazudnak? Na most ebből a szempontból ő több
Többen próbálták egyébként rábeszélni, hogy ne tegye ezt a kizárást, mert és valószínűleg az utódai ezt nem tették volna meg, tehát Grósz és társai, de azt hitte, hogy megállíthatja ezzel a folyamatokat. Szerintem pont a fordítottját érte el, de ez nagyon hasonlít ahhoz, amit Rákosi is elkövetett. Tehát, hogy ostobaság felhívta ránk a figyelmet. Egyszer csak a párttagság azt érezte, hogy hát itt eddig nem volt ilyen, nem volt megtorlás. Most hirtelen megtorlások következnek, méghozzá olyan dolgokért, amit ők is gondoltak. Mi hangosan kimondtuk, de tulajdonképpen a többség ezt gondolta. És a társadalom egyszer csak ráébredt. Állítom különben, hogy ennek volt talán a legnagyobb hírverése. Tehát az ellenzékről szinte semmit se tudtak. Hát önökről még egy könyv is megjelent, kizárt a párt. És film volt, és minden egyéb. Igen. Hát elég, ez is egy elég bizarr helyzet egy ilyen diktatúrában, vagy állítólagos diktatúrában, hiszen ez már egy rogyadozó volt. Le tudja írni azt, hogy akkor, abban az időben mit gondolt a saját világnézetéről, hogy micsoda egy baloldali szocialista, egy tudom én, mit nem tudok hirtelen kitalálni semmit. Szocialistának gondolta magát? Igen. Azt gondolom, hogy itt most megint meg kell különböztetni valamit. Nagyon sokan reformkommunistázták a pártreformereket. Szerintem ez lényegében nem igen volt ilyen. Tehát ebben az időszakban olyan értelembe vett kommunista, mint amilyen megint csak az 50-es évek, 53 és 56 között volt, én nem nagyon láttam. Talán legközelebb ehhez Bihari Mihály állt, aki megírta a Reform és Demokrácia című művet, amiben sok marxista, kommunista vonás volt. Én szocialista leginkább az abban az időszakban, ebben az eurokommunista, szocialista világban, de gazdaságilag én liberális voltam, tehát sokkal erősebb piac hívő ebben az időben, mint amit a szocialisták úgy gondoltak. Nem voltam thatcherianus, mint ahogy sokan, tehát ami ebben az időszakban már áttört, de mindenképpen piac hívő voltam, és... Szóval mondjuk a kapitalizmusban szeretett volna igazi szocialista lenni, ha jól értem. Az az igazság, hogy abban az időszakban majdnem mindenki, akiket megint csak ismertem, az valami nem olyan típusú harmadik utat keresett, amit most utólag beállítunk, ami ez a népieknek, ez a bibóista. De majdnem mindenki, most egy másik példát mondjak, aki jó barátom lett ebbe az időbe, és bizonyos értelemben mentorom is, Hankis Elemér. Hankis Elemér hozta tulajdonképpen azt a hírt Amerikából, hogy az amerikai kapitalizmus is válságban van, és hogy ott is reformokra volna szükség. Most, hogy ezt a reformot ebben az időszakban ilyen rooseveltiánus New Deal-szerűnek gondolták, ami megint csak szocialisztikus, és ezt, tehát hogy, és hogy Nyugat-Európában is baj volt. Tehát kifejezetten ezt éreztük, hogy mi a kettőből akartunk volna összegyúrni egy harmadikat, amely szocialisztikusabb, piacosabb, de szocialisztikusabb. Nem egyik nagy csalódásom különben, hogy ezt többé-kevésbé 89-es évben, talán egy évig, másfél évig Nyugat-Európában és Amerikában is fölfogták. Ott ez egy nagyon komoly hatást tett, hogy a kelet-európaiak mást gondolnak. Részben nem csak a szocializmusról, hanem a kapitalizmusról is. Tehát ebben mondjuk Havel állt az élen, őt ismerték legjobban, aki valami egész mást akart, és őt futtatták is, de nagyon sokan hatást tettek, közgazdászok is, hogy itt ezt másként kéne kezelni, hogy ez itt nem jó, ez a régeni kapitalizmus, ez nem tetszik nekünk, nem így, demokraták. Valószínűleg egyébként, hogy a clintoni demokraták, hogyha nem lett volna a gazdasági válság, más csináltak volna. Én csak azt akarom mondani, hogy rólunk ez a nagy szem, ami ránk nézett 89-ben, ez elfordult, érdektelenekké váltunk. A kelet-európaiakra soha többé senki nem volt kíváncsi. Tehát akkor volt egy olyan perc, amikor többé-kevésbé tudtunk valami olyat, amit ők nem tudtak.
volt egy ilyen nagy járás a nyugat-európaiaktól, Susan Sontagtól kezdve. Mindenki jött, igen, és itt konferenciáztak egyébként a Esterházy Péterrel, meg a Nádas Péterrel, tehát a magyar, mondjuk így íróelit vezetőivel. Valamilyen módon ez a magyar hagyománya megmaradt, hogy aki író, az egyben a társadalom egyik vezető gondolkodója. Azt akartam most még megkérdezni, hogy emberi élményei ebből a korban milyenek vannak. Ugye él az ember egy életet, annak megvan egy közege, megvannak az ehhez rendelt társaságok, de amikor szétrobbannak a falak, amikor minden úgy összekeveredik, akkor új és új ismeretségek kezdenek köttetni, és valószínűleg aki akkor ezeket megkötötte, az máig megtartotta őket. Hát ugye nekem azért az alap élményem, ami bizonyos értelemben azt kell mondanom, hogy máig megmaradt. Tehát a reform közgazdászok, főleg mivel a mi intézetünk, a pénzügykutató, az ennek a, most lehet, hogy gőgös mondás, de ennek a vezető intézete volt. Hát végül is azért nem véletlen, hogy minket szüntettek meg, mert ezt is ne felejtsük el, hogy a fordulat és reformért az intézetünket Medgyessy Péter, mint pénzügyminiszter megszüntette. És azért az, hogy bizonyos értelemben az első igazi munkanélküliévé váltunk ebben a, mint egész intézet a korszaknak, és azért 87-ben ez még nem, újra mondom, nem a rendszerváltás volt, tehát itt nem lehetett tudni, hogy mi lesz, és az első részvénytársasága voltunk, önállóan alakított független cég 87 novemberében, tehát ez, itt egy újdonság van, ami többé-kevésbé megmaradt. Itt vannak persze a legnagyobb csalódásaim is, tehát mert ezek között barátaim volt, ezek tényleg nagyon szoros barátaim voltak, akik aztán a rendszerváltás különböző folyamataiban hihetetlen magasra kerültek. Éppen a nyugati újságírók mindig megállapítják, amikor beszélgetnek velem, hogy hát ez az intézet ilyen nincsen Nyugat-Európában vagy Amerikában, mert innen mindenki minimum miniszter lesz, hanem miniszterelnök. Szóval a dolog valóban így van, nem volt olyan kormány, amelyben el lett volna pénzügykutatós, jobb vagy baloldali, legyen az Antal, Horn, és a későbbiek tulajdonképpen még máig fönt vannak, ami nagyon szomorú különben számomra. De ez egy belső közeg. Itt nagyon sok pozitív élményem van. Sokszor itt a 80-as évek második fele az állandóan szolidaritásról vagy annak a megtagadásáról szól. Én most már, bocsánat, ilyen öreg partizán vagyok, ezért ezt sokkal előbb és sokkal kifinomultabban megérzem az embereknek a áruló, vagy éppen fordítva. Bocsánat, a fordított élményei vannak, mert az emberek leginkább azt mondják, hogy akkor szerettem bele valakibe, vagy valamibe. Önt akkor érték az árulások leginkább? Nagyon sok árulás, persze. Hát azért ezeket most utólag úgy teszünk, mintha hát itt vegyük figyelembe, én az első pártbüntetésemet azt 85-ben Monorért kaptam. Monor maga is illegális volt. Hát az emberek szemrányást tettek nekem, hogy ezt miért csinálna. És a kirúgás határán álltam folyamatosan. Második pártbüntetésem a 100 értelmiségi aláírásáért, itt az embernek szembesülnie kellett azzal, hogy oda viszi az ívet, és azt mondják, hogy nem. Hát ez természetesen folyamatosan szembesültem, de mondok ilyeneket, most akkor, hogy bocsánat, hogy az újságírókra mondjak valamit, hát én a fordulat és reformnak kitaláltam, hogy legyen egy nyilvánosság melléklete, vagyis a nyilvánosság reformja. Ezt bevittem Posgai Imréhez, ezt a gondolatot, és elkezdtem az újságírókat szervezni. És ott álltam az újságírók által megírt egyébként kiváló nyilvánosság reformja anyaggal, akik meg kell mondanom, a karrierjükön túl ott nagyon nagyot kockáztattak, mert nem egyszerűen kirúgás, tényleg nem tudtak volna sehova se jutni. És nagyon keményen fogták akkor az újságírókat. És az a Posgai Imre, akiről én azt hittem, hogy képviselni fogja őket, bementem, és közölte velem, hogy ő már küzdelmet vállalt a gazdasági részért. Ő a Bereccel és a Krósszal nem fog szembe menni az újságírók miatt. És ki kellett mennem a folyosóra, ahol ott várt
az újságírók delegációja, akik arra vártak, hogy Pozsga Imrével találkozhassanak. Ki volt ott egyébként? A Hirschler Ricsire biztosan emlékszem. Gondolkoznom kell, hogy a nagy valószínűség szerint valaki volt a magyar nemzetesek közül, talán a rádiósok közül is. Meg kell mondanom, hogy hát meg lehet nézni a névsort, hogy kik vezették ezeket. Irtózatos volt. Ezek után ez, mint Lengyel László baráti köre működött. Azért ez borzasztó csapás. És ugye nekem igazán az, hogy ott maradtak az üresbe. Innen folytatjuk egy perc múlva. Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Lengyel László közgazdász, politológus a vendég. Ha arra kérném, hogy 88-89-ben beképzelje magát, mondjuk a körúton vagyunk és sétálunk, mondjuk a hídtól befelé, akkor hogy nézett ki az utca? Milyenek voltak a boltok? Hogy öltöztek az emberek? Hát ez egy érdekes dolog, mert ez valószínűleg nem nehéz visszaidézni azoknak, akik ebben nem élték át. Össze kéne hasonlítani a tetejébe ezt egy Bécssel, és mondjuk Kolozsvárral. Ezt én megtettem, tehát azért tudom megmondani. Ebben az időszakban a boltok egy viszonylag elfogadható árumennyiséget mutattak, de nagyon egyféle választékban. Tehát ami megütött szinte mindenkit, amikor egyébként tömegesen jártak át már vásárolni, amikor felszabadul 89-ben, felszabadulnak tehát a kormány éppen ezzel próbált valami fajta hátteret teremteni magának, és lehetővé tette, hogy nagyon csekély dollár mennyisége, de ki lehessen menni vásárolni, akkor tömegesen mentek a Máriai Felszrasszéra vásárolni a magyarok. Meg kell mondanom, hogy szerintem, de ezt akkor is nyilatkoztam a Newsweekban, ez a nyilatkozatom jelent meg elsőnek, hogy a Coca-Cola és a Gorenje hűtőszekrény az, ami ledöntötte a Kádár rendszert. Igen, tehát a legnagyobb népmozgalom az az áruért folytatott hatalmas harc. Tehát emberek tömegesen sorváltak a határon, hogy átjusson. De miért a hűtőszekrény? Nem volt Magyarországon hűtőszekrény? Egyrészt tényleg nem volt, de nem olyan volt, és egyféle volt, és ahogy hívják, most erre vannak mindenféle ideológiák. Tehát például Kopácsi Sándor ideológiája az volt, hogy a vidékiek a hűtőszekrényt valójában félig meddig termelési célok, tehát nem fogyasztásra használták, hanem a hűtőszekrények arra kellettek, hogy lefogyasszák azt a húst, amit aztán a piacra visznek. Ezt szerintem óvatosan kezelném. Valójában végig kellett gondolniuk, hogy mi az a tartós fogyasztási cikk, amelyet át tudnak hozni. Ugye ekkor kezdődött egyébként az is, hogy az igazán relatíve gazdagabbak autót vettek, használt autót. Meg kell mondanom, nekem is az életemnek az egyik legnagyobb élménye volt az első nyugati kis Mitsubishi Colt, amit megvettem. Hihetetlen élmény volt átjönni vele a határon, és azt érezni, hogy miközben. Na például, hogy az utcákon nagyjából azok a keleti autók jártak, amelyeknek a létét ma már nem ismeri senki, mert Trabantot, vagy Warburgot, vagy Zaporozsgyét, vagy Moszkvicsot szerintem alig lehet látni, vagy egyáltalán nem lehet látni. Ez a kirakatokon is látszott. Egy nagyon egyféle volt. Az öltözködés is nagyon egyféle volt. Nagyon szürke. Viszont összehasonlíthatatlanul. Olyan színességnek tűnt mondjuk egy román. Hát a románok az borzasztó. Tehát az, ami mondjuk akkor Erdélyben volt, az sírnivaló. A szabas éhénység. És én vittem ennivaló. Tehát az szörnyű volt. A boltokban sötétség. Hajnalban mentek ki. De pálinka és dohány mindig. De pálinka, igen, de ez már az a korszak, amikor már igazán leinni se érdemes az embernek magát. Bocsánat. Szóval, én csak azt akartam mondani, hogy Magyarország ebben az időszakban is furcsa módon a legvidámabb barak volt. Tehát fogyasztásilag még kiemelkedtünk. Moszkvával is tudom hasonlítani. Hihetetlen különbség volt ezekhez képest. Na most
végig sétáltál, nem értetted, hogy miért van a rendszer válságban. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ezt én majdnem mindig ma is mondom. Ez érdekes, amit mond, én is így éreztem. Tehát, hogy tényleg. Semmiféle érzete. Nem látszott. Abszolút nem volt, tehát amikor ma itt diktatúrákról beszélnek, utcai szinten semmiféle diktatórikus jel nem mutatott. De az, hogy ma megint csak paradox, teljesen természetes, hogy ellenzékiekkel találkozott az ember az utcán, és beszélgetett. Tehát amikor most itt arról van szó, hogy végigmegyek, majdnem biztos, hogy találkoztam valakivel, és lehet, hogy egy óra múlva a párt központi bizottságának titkárával találkoztam. Tehát a dologban ez a fantasztikus, hogy Kis Jánostól elbúcsúztam, aki az ellenzék vezetője volt, és valószínűleg követte a rendőr, ezáltal engem is, egészen a párt házig, ahova én bementem. Miközben a nép ment a Gorenyért, ez egy nagyon cinikus mondat lesz, ment a Gorenyért, meg tüntetett, hogy nőtt a paradicsom ára, és ha jól emlékszem, akkor Kádár kezdte ott nyugtatni Csepelen az embereket, hogy megy az az ár lefelé is. Nem ment persze. Aközben önök írták a Fordulatot és Reformot, megcsinálták a 2000 nevű folyóiratot, szóval, és hát szervezték ugye a politikai lehetőségeket. Ez tényleg ennyire ketté vált? Mert szokták utólag mondani, hogy minden a nép feje fölött történt, ehhez a nemzet, ami lett, nem adta a beleegyezését, igaz, nem is kérdezték, de nem is érdekelt olyan nagyon. Szóval az én cinikus mondatom, ez a kettőség, ez igaz? Most ez is furcsán fog hangzani, mert ugye az előbb éppen ezt mondtam, hogy mennyire ketté vált. Ugyanakkor mi éppen a közgazdászok, és azzal, hogy valamilyen véletlen szerencse a rendszer furcsasága miatt, tulajdonképpen 70-es évek közepe óta népközé jártunk, egyébként a rádiósokkal, rádiós újságírókkal, akik elmesélték, hogy mi van a külvilágban, és mi pedig, hogy mi van a gazdaságban. Ez hihetetlen közel hozott minket a társadalomhoz. Tulajdonképpen most hülyén hangzik, ha azt mondom, de a Gorenyért is részben azért mentek, mert a magunk fajták azt mondták, hogy fogyasztani. Másként is lehet, hogy nem szükségszerű, hogy úgy élj, ahogy élsz, hogy itt ebből te soha nem fogsz kihozni Ausztriát, hogy te ebből a rendszerből nézd meg. Most elmentem mondjuk, csak példát mondok, a diósgyőri Lenin kohászati művekbe, ami ott befögött, Miskolc legnagyobb vállalata. És akkor az ember a szemben ülő melósoknak és mérnököknek, akik ott mondjuk voltak százan, a 80-as évek közepén azt mondta, nehogy azt higgyék már, hogy az, amit termelnek, az hasznára van ennek az országnak. Hát most teszik tönkre. Ez minden egyes tonna, amit itt most csaparnak, az tönkre teszi az országot. Mire föláll egy mérnök, és azt mondja, de hát persze, hát itt áll a vas kint az udvaron, és rozsdásodik, nem tudjuk eladni. És pillanatok alatt parázsvita kiderül, hogy teljes mértékig tisztában vannak azzal, a melósok is, hogy a gyáruk nem ér semmit, hogy a szocializmus nagy üzemeiben ott ül, és mire csinálom én ezt? Na most, hogy ez a kettő, hogy ebből hogy jön ki, hogy te ezt termeled, és ugyanakkor fogyasztani viszont, persze nem Trabantot akarsz fogyasztani, hanem Volkswagen Golfot. Na, azt kell mondanom, hogy máig a legnagyobb csalódásom a magyar társadalomban az nem a demokráciai érzék hiánya, hanem hogy ebben az ez időszakban a magyar társadalom volt az első, és talán az egyetlen a keleti blokkban, aki elkezdett kalkulálni, akinek gazdasági gondolkodása kezdett lenni, hát a parasztoknál meg egyértelmű, tehát a mezőgazdaságban, hogy mennyibe kerül egy disznó hízlalása, és hogy azt hogyan vigyem a piacra, vagy hogy lesz az egész háztájízás, ezt olyan hihetetlen precizitással, és tényleg, ha tetszik, 8-osztályos vagy érettségizett emberek, tökéletesen tudták, na, egyből megértek. Mondok egy példát, az nagyon, most a személyes példákhoz jó. Monoron ülünk egy kempingben, kint a rendőrök köröznek, mindegy, Csurka István tart egy előadást, amelyben közli drámaian, hogy 56 óta csúszik lefele a magyarság egy bűzös
hordóba, és végünk van. Hát ott mindenki borzasztóan örül ennek. A szünetben én elkezdem ott a környezetben bemondani, hogy ez egy nagy baromság. Bence Gyuri nagyon ugyanezt gondolta, azt mondja, mondd el, Vági Gábor szegény azóta meghalt. Bence felszólal, itt van a lengyel elmondat. Elmondtam, ez hülyeség. Fölfele jött a Kádár rendszer, reformot csinált, most meg az a baj, hogy reformokat elmulasztotta, azért megy lefele. Ne beszéljünk itt, hogy 56 miatt van válság, nincs 56 miatt válság, ez hülyeség. Ezt kicsit udvariasabban, de nem sokkal. Jellemző egyébként, hogy a Csurka, aki ugye háromszor akkora volt, mint én, és én egy senki voltam ebben az értelemben, oda jött, vállalra tett a kezét, és azt mondta, ne szórakozzál már velem, hát az Úristen itt neki, hát mégiscsak lásd be, hogy az 56. Mire mondtam neki, ajánlok egy fogadást, most kimegyünk ebédelni ide a Monori étterembe, és előfogok a vendéglőssel érdemi diskurzust folytatni, mint te. Jó, fogadtunk. Kimentünk, hát meg kell mondani a Csurkának, minden kocsmárossal a legjobb viszonya. Elkezdett a szerencsétlennek 56-ról beszélni. Most az különben is ebben az időben kényeskedés volt, de hát Monoron a kocsmába, a vendégekbe, kutyát nem érdekelte 56. Abban a pillanatban azonban, amikor megkérdeztem, hogy honnan szerzi a húst, honnan van az ár, hogy néz ki, hogy csinálja az egészet, 5 perc múlva tanácsot kért tőlem, hogy hogy csinálja azt a nyomorult vendéglőjét, nagyon jól szórakozott mindenki különben, Csurkát is beleértve. Tudtuk, hogy mi van. Ő is tudta, én is tudtam. Ez veszett el azóta? Hát például én nekem akkor derült ki, hogy baj van, amikor az első igazi dráma, hogy 2004 őszén Gyurcsány Ferenc meghirdette, hogy fogyasszunk többet, és leengedte emlékezetesen az áfát. És az embereket berohantatta a boltokba. És én, amilyen marha vagyok, a televízió nyilvánosság előtt elmondtam, hogy az Isten szerelmére ezt ne csináld. Mert itt jön a válság. Ebből nagyon nagy baj lesz. Most költesz arra, amit hagyd abba. Máig ott állnak a devizahitelesek. Máig ott állnak azok, akik beleköltötték az összes pénzüket olyan fogyasztási hitelekbe, amit sose szabadott volna. Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgatója, a mi fórumunkon elmondta, én soha se venném föl azt a hitelt, amit kínálok. Na most ez az, hogy ugyanezek az emberek, én tudom, hogy eltelt közben 10 év, hadd tegyem hozzá, ma is így van. Ma is így van. Ha az emberekkel a rezsicsökkentést meg lehetett etetni. Na ez például Kádár János. Végülis a 80-as évek második felében csupa ilyen baromságokat találtak ki. Tehát ezt, amit az előbb, a paradicsom ára megy lefele. Én mondom, rezsicsökkentés, lejjebb lesz a gázár. És közben tudjuk, hogy ez egy baromság. De akkor ezt mindenki fölfogta, hogy az öreg meg van bolondulva egy kicsit. Ma pedig tényleg a rezsicsökkentés és szavaz. Na, itt jön, szóval itt jön az, amitől az embernek elkezd elmenni a kedve az országtól. Mert ez egy, újra kell kezdeni, megint emberek százezreit kell újra arra tanítani, hogy nézd már meg az árakat, nézd már meg, hogy milyen hitelt veszel föl, nézd már meg, hogy hogyan gondolkozol arról, hogy a béreid hogyan alakulnak, lesz-e jövedelmed, lesz-e munkád a jövő hónapban. Na most ezeket például nagyon megértették, és szerintem a rendszerváltásnak a legpozitívabb folyamata volt ez. Beszélnünk kell még a hátralévő időben arról a, most idézem, Lengyel László nevű kavarógépről, aki beleátkozott a politikába, és szervezett kormányokat, meg rábeszélt államtitkárokat, vagy éppen lebeszélt államtitkárokat. Szóval aki, hát azt szokták mondani, hogy értelmiségig ez nem méltón állt bele olyanba, ami hát kívülről tanácsot lehet adni, mert meg lehet írni, meg verset lehet írni a dologról, de jelen lenni nem szabad. Na most abban az időben egyébként, csak úgy mondom, hogy tele volt például
történésszel a parlament, tehát ilyen értelmiségi emberekkel, meg jogászokkal, meg írók, meg költők is voltak köztük, tehát ez nem volt egészen igaz, de aztán azok visszahúzódtak, ön nem. Szerette csinálni a politikát, és igen, miért? Itt egy pillanat azért álljunk meg, mert először is azok, akik a politikát valóban csinálták a szószoros értelmében, azok bementek pártokba, bementek a kormányokba, miniszterek, államtitkárok, miniszterelnökök, pártelnökök, minden egyebek lettek. Ezt én önmagában egyébként, hogy 89-90-ben erre vállalkoztak értelmiségek, én ezt nem ítélem el, mert hát ki csinálta volna. Tehát nem tehették meg azt, hogy nem óriási nyomás volt rá. Az elitnek a nagy része, akiket most itt az előbb idézgettem, ezek mind értelmiségiek voltak, nem kerültek elő új politikai emberek, tehát az a nyomás, amely rájuk hárult, az egyértelműen menj be, csináld. Ezt én nem ítélem el, néhányaknak azonban már akkor is mondtam, hogy a személyéhez nem illik, tehát nekem nem az értelmiségi feladat szempontjából, hanem hogy személyisége alkalmatlan. Azt hiszem, hogy viszonylag az egyik legnagyobb tapasztalatom a 80-as évek végének, 90-es évek elejének minden politikust és minden intézményt meglehetősen alaposan megismertem. Tényleg azon kivételes emberek közé tartozom, akik minden párt alakulásánál szinte ott voltak. Legyenek azok a kisgazdák, vagy a szociáldemokraták is. Tehát láttam az MDF-eseket közelről. Hogy csinálják? A csinálást. Láttam az SZDSZ-t közelről. A csinálást. Láttam a kormányalakítást. Tehát ott láttam, hogy hogy döntik el. Ezek olyan tapasztalatok, amivel szinte nem rendelkezett senki. Láttam, hogy ki és mikor és hogyan tud dönteni, vagy nem tud dönteni. Hogy fog meghátrálni, hogy nem fog. Ezt egy többek között abból is, hogy például láttam közelről az MSZMP vezetőket ugyanebben a helyzetben. Mit csinálsz válsághelyzetben? Ez ma is egyik fő kérdésem különben, hogy mit fognak csinálni, ha rájuk zúdul egy válság. Akkor mit csinálsz? Ha egyszer csak kiderül, hogy beomlik a gazdaság. Én ilyet többször láttam, és láttam, hogy egyesek erre megfelelő választ tudnak adni, képesek arra, a többség meg nem. Na most ebből a szempontból én azt a szerepet, amit bizonyosítóan az élet is kikényszerített, az arról szólt, hogy a bemenőknek szinte semmiféle megszakadtak a kapcsolatai a külvilággal. Tehát, ha te politikussá válsz, mondjuk miniszterelnökké, akkor nagyjából 5 perc múlva már semmi se úgy van, mint ami tegnap volt, 5 perccel előbb volt. Mindenki másként beszél veled, minden másként van. Hiába próbálsz ugyanúgy tenni, miniszterelnök vagy. Na most innentől kezdve kéne neki, és Magyarországon ez hiányzik, egy olyan stáb, egy olyan tanácsadói kör, aki fenntartja az élettel a viszonyt, és képes viszonylagos őszinteséggel, én azt gondolom, hogy őszinteséggel, azt mondani mondjuk a miniszterelnöknek, pártelnöknek, miniszternek, hogy ezt a hülyeséget ne csináld. Ezt az embert ne választ ki. Ezt a döntést ne hozd meg, vagy megfordítva, ezt a döntést hozd meg, ezt a miniszternek, ezt az embert választ ki. Mire ő azt mondja, hogy igen, nem, de valamit mond. Itt pillanatilag a jelenlegi kormányzatban például az egyik dráma, hogy nincs aki egy Orbán Viktor nevű miniszterelnöknek 4 szem közt, vagy sok szem közt egyszer is megmondja az igazat. Ez irtózatos. Tehát bejutsz abba a csatornába. Ez most látszik, hogy Amerikában például a Donald Trumpnak nagyjából hasonló a helyzete, nagy baj. De a demokratikus kormányzásoknál bizony nagyon is létezik az a szerep, amit én most itt eljátszok, fel tudnám sorolni azokat az értelmiségieket Franciaországban, vagy Olaszországban, vagy Angliában, akiket odaívnak és megkérdezik. Válságban vagyunk, mi a jó Isten kellene most nekem csinálni? Miért csináljuk ezt, miért ne csináljuk azt? Kit válasszak ki, miért? Na most igen, én segítettem kormányok összehozni. Ez egyébként még egy dolog van. Hihetetlenül
miközben megemelkedik valaki hivatalilag, szinte minden nappal fogy az erkölcsi tőkéje a kormányzatba. Nem hisznek neki. És a magunk fajta értelmiségének a telefonjára hajlandók emberek nekem elhitték. Oda jöttek. Ez egy nagyon fontos különbség. És meg kell mondanom, hogy igen, abban az értelemben élveztem, és máig élvezem azt a dolgot, hogy az ország borzasztóbb lett volna. Tehát magam előtt láttam például, hogy hogyan választott minisztereket, vagy hogyan választott egyáltalán ki embereket Antal József. Ott voltam, most egy példát hozzak, amikor Hankis Elemért és Gombár Csabát mellőlem választotta ki, ha tetszik, de azért részben az én hatásomra, rádió és tévé elnöknek. Kit választott volna mást? Surányi Györgyöt választotta jegybank elnöknek. Hála Istennek, de feltom most az Antalt mondtam. Az az Antal például, aki már nem hallgatta meg, hanem mondjuk engem följelentett, az nem is tudott kormányozni. Hát nyilván úgy gondolja, hogy a pozíció, amit megtartott, az ennyire fontos hitszerep, de ez kell az, hogy elfogadják minden oldalon, tehát hogy bárhova bemehessen, beengedik. Igen. Ez annál is nehezebb kérdés, hogy miért engedték be ide-oda vagy amoda, mert megírta őket. Igen. Hát több kötetben. Így van. Hát a jó Isten itt neki mondhatja, hát ez megírt engem, hát akkor most jön, akkor zárjátok be az ajtót. Ez így van. Sőt, hát ezt tudjuk, most ha csalódásokról beszélhetünk, amikor én a 2000-ben megírtam, először ez volt az egyik legnagyobb botrány, a pártokat, akkor minden párt kizárt. Tehát minden párt közötte, hogy takarodjak. Ezek kezdődött. És ott akkor személyesen is. Tehát azok, akikkel én személyesen a legbarátibb viszonyban voltam, azok másnaptól gyalázat. Mindegyik ugyanis azt várta, hogy a többieket, az nagyon helyes, hogyha leírod, hogy micsoda csirkefogók és alkalmatlanok, de a mi pártunk az az igazi párt. Aztán a tetejébe elkezdtem, hát az első voltam, aki elkezdtem élő emberről írni. Ugye a Kádár rendszerben egy politikus nem lehetett megírni, senkinek nem volt egy portréja. Én egy élő miniszterelnökről írtam, aki ott volt szembe, tehát azért ez egy most a politikai kockázaton túlmenően, ma senki se tekinti annak, de akkor, hát ez egy hihetetlen dolog volt, hogy a miniszterelnök él, és azt kell olvasnia az újságba, hogy százezrek látják azt, hogy azt kell mondanom egyébként, hogy ez például kifejezetten a magyar politikában egészen a 2000-es évek közepéig, tehát 2007-2008, tehát amit én a tetszik a végkorszaknak, ez a vezérelvű politizálás, amivel a Gyurcsány Orbán kettős lényegében elfoglalta Magyarországot, ez lehetetlenné tette. Tehát innentől kezdve vezérek vannak, akiknek soha. Tehát nem lehet, abban a pillanatban betiltja a saját embereit. Tehát nem lehet lényegében megtiltja, hogy kapcsolat legyen. Amit átlépnek, tehát azért az az érdekes, hogy persze átlépik, tehát rákényszerülnek. Még egy van, ami szerintem a tragédiája és különben a rendszerváltásnak, hogy én megírtam, a többség meg nem írja meg. Senkinek nem jelennek meg az emlékiratai. Vagy ha megjelennek, azok nagyon. Tehát szerencsétlen Horn Gyula két kötetével, hát valljuk be, de a Megyesi, és még szóval tudom mondani azoknak, Amerikában mindenki megírja az emlékiratait jó-rosszul, és azok valamennyire hatást keltenek. Magyarországon a rendszerváltásról nincs egy papír, nincs egy emlék. Meg kell mondani, hogyha nem írnám meg egyes politikusok portréját, ma senki nem tudná, hogy ők voltak. Csak egy példát mondok, a Tordjáni sérelem velem szembe. Te Laci, hát az gyalázat, hogy engem még nem írtál meg, mondtam. No, milyen jót csinálja. Hát, és a röhely az, hogy tulajdonképpen azt kérte, hogy írjam meg, hogy ő egy nevetséges figura, mert tudta, hogy ezt gondolom. Mire én pimaszul azt mondtam, hogy Jóska, azért nem írlak meg, mert már nem leszel. Na most ez az, hogy minek írni róla, mert ő nincs. De a magyar politikai életben a megörökítés,
hogy én a 4 év miniszterelnökség után, 8 év miniszterelnökség, én vagyok. Én létezem. Egy könyvben vagyok, egy cikkben vagyok. Tudom, hogy ki vagyok. Egy részük egyébként most furcsán fog hangzani. Onnan tudta meg, hogy ő kicsoda. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm. Lengyel László közgazdász, politológus volt a vendég, akivel a rendszerváltás körüli élményeiről beszélgettünk. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket!